Az elmúlt héten Tihanyban festőtáboroztam, és ott egy akvarell kép készült, egy helyszíni impresszió, és azt igyekszem most áttenni rekeszdománcba. Tehát teljesen más felfogásban megcsinálni ugye azt a témát még egyszer. Stekli Zsuzsák tűzdománc készítő műhelyében 19. alkalommal fogad vendégeket nyáron, egy hétre, hogy szakmai fortéjait tanítsa a résztvevőknek, és további inspirációkat adjon a munkákhoz. A résztvevők egyöntetű véleménye szerint olyan tudásanyaggal bővülnek ez alatt az idő alatt, mely nagyban hozzájárul szakmai fejlődésükhöz. Stekli Zsuzsa azt meséli, számtalan rossz tapasztalat után döntött úgy, létrehoz egy olyan alkotó műhelyt saját házában, ahová, aki egyszer itt járt, mindig visszakívánkozik. Ez a tábor körülbelül 20 évvel 2001-ben jött létre először. Azért kezdtem el csinálni, mert úgy láttam, hogy az országban nem igazán van olyan lehetőség, ahol valahol tanulni lehet. Vannak táborok, meg műhelyek, ahol be lehet iratkozni jó sok pénzért, kapnak is némi tanítást, de nem ez a jellemző. És a kollégák semmigen szeretnek egymásnak semmit megmutatni, semmit átadni. Nem tartottam szerencsésnek ezt a dolgot. Ha elmentem egy műhelybe, hogy valamit tanuljak, egy kollégától Kecskeméten vagy Pécsen, akkor a kolléganő így rábukott a munkájára, eltakart, hogy nehogy lásson. Ugyan már kérem. Szóval ezt szerettem volna kiküszöbölni, és úgy voltam, hogy aki hozzám eljön táborozni, az ettől megmenekül. Amit én tudok, az igyekszem szeretettel átadni, hadd tanuljanak tőlem is, meg tanuljunk mi is egymástól. Aki nálam táborozott eddig, az 42. És abból talán kettő volt az, aki emberileg úgy nem illet bele a csapatba. A többi az tökéletesen jó társ, jó kollega, egymásnak is aranyos kollégáit, tehát ez egy nagyon jó csapat. A jelenlegi csapatból ketten már korábban is élvezték Zsuzsa és férje vendégszeretetét, a legfiatalabb résztvevőve pedig ő figyelt föl és hívta meg magához, mert hát ahogy sok művészeti ágban, ebben is hiányzik az utánpótlás, így fontos, hogy a tehetségek felszínre kerüljenek. Ragány Adrián civil foglalkozásában műkörömöket épít, és azt mondja, nem áll messze egymástól a két szakma. Most itt éppen egy kis cicát próbálok meg kirekeszelni ezzel a vékonyka dróttal, hogy majd utána betölthessem zománccal. Teljességgel össze tud kapcsolódni számomra ez a kettő, mert a műkörmözés is egy nagyon kreatív szakma, illetve ott is nagyon-nagyon sok hasonló típusú anyagokkal dolgozok, mármint úgy állagra hasonló típusú anyagokkal. Igaz, hogy másként kötnek meg máshogy működik, de nagyon-nagyon hasonló számomra a kettő alkotás, hiszen ott is megfestem a művet, majd kiégetem, itt is igaz, hogy itt ki kell kicsit rekeszelgetni, és úgy kell kiégetni a dolgokat, de nagyon. Igazából én arra is gondoltam, hogy a kettőt majd egyszer valamikor összekötöm, mert egyik szakmából a másikba is lehet átvezetni dolgokat, illetve számomra most ez a rekeszdománcozás, ez egy nagyon jó kikapcsolódás, egy kis új dolog. Én imádom a színeket, és alig várom, hogy előjöjjenek a színek egy-egy sütés után. Női alak az ikonfestésnek az egyik rajzos témája általában, ami megismertette engem, és így kipróbálok egy olyan technikát is, amit még nem sikerült eddig. Godani Tamás Ibolya visszajáró vendég a Bonyhádi házban. Azt mondja, ez a családias hangulat, amely a tábort áthatja, hívja vissza újra és újra az alkotni vágyókat. Ez a család befogadott minket, mint a gyerekeit, úgy is lát el bennünket, és az alkotás öröme összeköt bennünket. Nagyon szeretünk itt lenni. Emberséget és szeretetet lehet itt tanulni a szakma mellett, mondja Ibolya. Hertelendi Zsuzsanna Salgó-Tarjánból utazott el Bonyhádra, hogy fejleszte tudását és olyan technikákat tanuljon, melyhez véleménye szerint jobb helyre nem is találhatna, mint ez a tábor. Ezt a műfajt, ezt nem lehet nagy tömegben gépesített módon csinálni, mert az már eliparosodna, és itt ilyen kis közösségben, pár ember megértésben, szeretetben nagyon szép alkotásokat tud létrehozni, ha igyekszik az ő vezetésével. Ez a kisugárzás, egyrészt az ő kisugárzása, önzetlen segítőkészsége, szakma szeretete, magas szintű tudása, tehát a szakmai tudása nagyon fontos, amiben jártas. De rövidítse a mi
buktatóinkat, időpazarlást, ezért segítséget ad abba, hogy hogyan oldjuk meg gyorsabban, szebben, hogy sikeres élményben részesüljünk mi is. Amit én tudok adni nekik, az elsősorban a technika. Tehát az, hogy mit fog meg kifejezni magából, vagy mi van a fejében, azt ő tudja megoldani. De igaziból, ha meg tudja a technikát csinálni, akkor már többi a gyerekjáték. És persze ezen belül az nyilván van valami szemlélet, és amit szeretnék átadni.